Négy nappal a földrengés után is találtak túlélőt Nepálban. Egy 28 éves férfi 80 órát töltött a romok alatt, mire rátaláltak. A hivatalos adatok szerint már 5000 felett van a halottak száma, és több mint 10000-en megsérültek. Rengetegen alszanak a szabad ég alatt, és arra panaszkodnak, hogy a kormány nem törődik velük. Tömegével próbálják elhagyni a helyiek Katmandut. A kevés busz miatt óriási a tülekedés, reggel már a rendőrségnek is be kellett avatkoznia a buszpályaudvaron. A távozni akarók hajnal óta gyülekeztek, hogy sikerüljön felférniük valamelyik járatra. A katasztrófa túlélőiben ugyanakkor egyre nő a csalódottság. Szerintük az ország vezetése nem tesz semmit annak érdekében, hogy javítson a helyzetükön. Sok nepáli már a negyedik éjszakáját töltötte a szabad ég alatt, vagy összetákolt sátorokban. Eddig semmit nem kaptunk a kormánytól, alszanak. Azt szeretnénk, ha foglalkoznának velünk, mondja ez a férfi. A nepáli parlament előtt ma több tucat ember gyűlt össze, hogy a kormány tétlenségével szemben tiltakozzon. Arra panaszkodnak, hogy már napok óta nem tudnak buszjegyet venni, hogy hazajussanak családjaikhoz. Közben a hatóságok és a mentőcsapatok mellett a helyiek is bekapcsolódtak a romok eltakarításába és az esetleges túlélők felkutatásába. Hallottuk, hogy sok segély érkezik külföldről, de ezekből még semmit nem láttunk. Még egy csomag sütemény vagy tészta sem érkezett hozzánk, panaszkodott ez a férfi. A kutatásnak négy nappal a földrengés után is van értelme. A mentő alakulatok 80 órával a katasztrófa után élve hoztak ki a romok alól egy 28 éves férfit. Rashi Kanal víz és élelem nélkül volt a romok alatt, közvetlen közelében három holttesttel. A kutatók felfigyeltek a férfi segélykiáltásaira, majd 5 óra alatt lefúrtak hozzá. Az orvosok szerint Kanál pusztán akaraterejének köszönhette a túlélést. A férfi állapota alapvetően kielégítő, de a lába olyan súlyosan megsérült, hogy tért fölött amputálni kellett, mondja az egyik orvos. Sokan nem voltak olyan szerencsések, mint Kanál. A legfrissebb adatok szerint több mint 5000 ember halt meg, és több mint 10000 sérült meg a nepáli földrengésekben és az azt követő utórengésekben. Az ENSZ jelentése szerint 8 millió embert érinthetett a katasztrófa.